Köszöntöm nézőinket, ez a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2013. április 26-án. Főbb híreink először röviden. Tapasztalatszerzés érintéssel vakok és gyengénlátók a Futurában. Majális a Futurában érdekes játékokkal vár az élményközpont. Felelősségre nevelés, rajzverseny a Flashben. A Futurába látogatott a Győr-Moson-Sopron megyei vakok és gyengénlátók szövetségének soproni kistérségi csoportja. A tagok lehetőségük szerint mindent kipróbáltak. Kifejezetten azokat a játékokat részesítették előnyben, amelyek esetében az érintésen volt a hangsúly. A nap végén vidám pillanatokkal és tapasztalatokkal tértek vissza Sopronba. Ennél a kísérletnél a fényeket és a hangokat, a többi esetben pedig a kézzel fogható dolgokat vizsgálhatták meg a Győr-Moson-Sopron megyei vakok és gyengénlátók szövetségének soproni csoportja a Futurában a kirándulásuk során. Nagyon tetszett első alkalommal, és nagyon kedvesek itt, nagyon készségesek, segítenek nekünk, mindent meg lehet tapogatni, mindennek hangja van, tehát meg lehet tapasztalni, látássérültek is jól érezhetik magukat itt a kiállításon. A csoportban vannak, akik teljes vaksággal élnek, de többségében gyengénlátók. Ez az élet sok területén nehézséget jelent, de az élményközpontban gyakorlatilag ugyanúgy tudtak érvényesülni, mint a teljesen jól látó vendégek. Elolvasni a kiírásokat nem tudjuk, ezért jó, hogy segítségünk van, és az a jó, hogy nagyon sok mindent érezni lehet a testünkkel, a kezünkkel, tehát igazából annyira, amit látni lehet, nem annyira tudják megtapasztalni egyedül, de elmondjuk. Az egyesület tagjai gazdag élményekkel térhettek haza a nap végén, és egy kicsit újra gyerekeknek érezhették magukat. Nagyon szemléletes az egész, tehát aki nem látja, az is tudja hova tenni, hiszen természeti jelenségekről van szó, tehát tapasztalata mindenkinek van. Sok mindent meg lehet fogni, ami a számunkra nagyon érdekes, mert az a lényeg nekünk, hogy meg tudjuk fogni, hogy mégis legyen fogalmunk arról, hogy mi az, amit látunk. És itt ugye a víztől kezdve sok mindent meg lehetett fogni, és fönn voltunk egész a harmadik emeleten is. Érdekes dolgok vannak nagyon, szerintem érdemes volt Sopronból idáig utazni. Amelyik a legjobban tetszik, azok a játékok voltak, ahol a figyelmet, a koordinációs készséget vizsgálták, és majdnem mindenhol 98-99%-ot értem el, ami nem kis teljesítmény, az figyelembe véve, hogy a vakok és gyengénlátók közösségének tagja vagyok. A Futura is várja a majálisozókat, nem csak május 1-én, hanem 4-én és 5-én különleges játékokkal várják a látogatókat. Lesz lézeres céllövölde, de horgászni is lehet majd. Ha május 1-e, akkor természetesen park, sör, virsli, sült kolbász és természetesen koncertek. Idén azonban május 1-ét egy kicsit másképpen is meg lehet majd ünnepelni, hiszen a Futura is készült. Nem csak a hagyományos játékokkal lehet játszani, mint például ilyen várat építeni, hanem különleges játékok is lesznek, nem csak május 1-én, hanem 4-én és 5-én is. Majáris, céllövölde. Természetesen itt is lesz, csak egy kicsit másként. Meteoritokat lehet majd hatástalanítani a Futurában. Nem hajszárításra van, labdatáncoltatásra. Lehet pecázni is itt a vízkörforgásánál, lássuk, ki fogja elkata a halat. És ha mindez, amit láttak, még nem lenne elég, akkor lesz giliszta labirintus és népi körhinta is. És? Aki pedig mindegyik próbát teljesíti, az egy-egy zsetont kap, amit pedig a portálnál lehet beváltani értékes ajándékokra. Tegnap tárgyalta a képviselőtestület az aktualizált sportkoncepciót. Egyik hangsúlyos eleme, hogy elkészüljön végre egy multifunkcionális sportcsarnok a városban. Régi adóssága Moson-Magyaróvárnak, hogy nincs egy megfelelő méretű sportcsarnoka. Egy pályázat révén megvalósulhat a multifunkcionális sportcsarnok. Nagyon sokszor nekifutott már az önkormányzat, és mi is teszünk erre egy próbát, talán ez több, mint egy próba, hisz a társasági adókedvezményt kihasználva lehetőség nyílhat arra, hogy sportcsarnokot építsünk. Erre egy picit újabb koncepciót dolgoztunk ki az eddigiekhez képest,
hisz korábban az itató környéke volt megjelölve sportcsarnoképítési területként, illetve később a művelődési központ mögötti terület. Az elképzelés szerint a Városi Ifjúsági Sporttelep és a Kossuth Gimnázium közötti területen épülhet fel az 1000 fő befogadására alkalmas csarnok. A város egy pályázatot nyújt be, erről határoztak a képviselők. Döntés várhatóan ebben nyár vége felé szeptemberben várható, és hogyha pozitív elbírálásban részesül a pályázatunk, akkor tudunk nekiállni a sportcsarnok építésének, aminek az ideje az körülbelül egy gyönge év, tehát a következő év közepére el tud készülni, ami azt jelenti, hogy attól kezdve valóban az egyesület, és nem csak az MTA, hanem más egyesületek is, akik legfőképpen labdásportágokban érdekeltek, azok olyan körülmények között készülhetnek és versenyezhetnek, ami Mosonmagyaróváron még nem volt. Azért is választották ezt a területet, mert a Kossuth Gimnázium mellett a piaristák, valamint az újhelyi és a fekete iskolák diákjai is használhatják a csarnokot. Hetedik alkalommal készítették el kreatív és megható alkotásaikat a gyermekek a Rajzolj az egérrel elnevezésű versenyre. Az ötletgazdák ezzel is a felelősségteljes állattartásra igyekeznek nevelni az utókort. A több száz beérkezett pályaművet szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai közül hárman a nevezők korosztályát is képviselték. Egy különleges világ a gyerek művészet, ugyanis a gyerekbe levő ösztönös dolgok jönnek elő, amire a magamfajta többé-kevésbé tanult festő csak elcsodálkozik, hogy hogy mer ilyet csinálni. És a papíron, abban a négyszögletes papíron jól hat, tehát képileg hat, ugyanúgy hat, mint egy Munkácsi, vagy egy Picasso, vagy bármi, csak éppen gyerek. Meghatódva beszélt Karcagi Endre a gyermeki művészetről a Rajzolj az egérrel verseny eredményhirdetésén, amely után a vendégek egy kiállítást is megtekinthettek a több mint 400 beérkezett műből. Elmondhatjuk azt, hogy és szerintem Mosonmagyaróvár egyik legszínvonalasabb, és ha minden igaz, legnagyobb rajzkiállítása ez a mai. A szervezők 7 évvel ezelőtt belefogtak egy olyan ötlet megvalósításába, amellyel a kreatív képességfejlesztések mellett az állatok szeretetére tanítják meg a gyermekeket. A felelős állattartásra nevelés egyik szerintem legjobban kézzelfogható módja az, hogy gyermekeknek rajzpályázatot hirdetünk, immáron 7. alkalommal. Most egy kicsit rendhagyó módon új helyszínen, és minden alkalommal társul hozzá egy hangverseny, egy koncert, idei évben az Alma Együttes fog muzsikálni. Az aprókezű művészek bármilyen technikával elkészíthették rajzaikat, egyetlen kikötés az volt, hogy a természethez, az állatvilághoz kötődjenek az alkotások. Idén rendhagyó módon nem csak felnőttek értékelték a beérkezett állatkákat, 3 zsűritag ugyanis a versenyzők korosztályát képviselte. Én a színeket néztem benne, meg azt is, hogy mennyire van kidolgozva. Voltak ilyen lovak, szarvasok, kutyák. Volt egy kakas, amin egy ceruzát kiforogtak, és annak a fa részét ráragasztották, és mintha az lenne a tolla. Az nekem nagyon tetszett. Szerintem nagyon ötletes volt. A gyermekek büszkén vették át a díjakat, és pózoltak a sztárfotón nagy kedvencükkel, az Alma Együttes frontemberével, Buda Gáborral. Na most gyerekek, nézzetek meg, nézzon, nem ott van, rontok a vágás, meg! Rumbli, nulli! Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A ma esti hírháttérben a tegnapi testületi ülésről beszélgettünk Nagy István polgármesterrel, majd pedig a járási panorámát láthatják. Friss híradóval április 29-én hétfőn este jelentkezünk legközelebb. Viszontlátásra!